A nyári szünet sok fiatal számára a bulizást, utazást és strandolást jelenti. Azonban bármilyen hívogatóan hangzik a rengeteg program, a szülők nagy része nem engedheti meg magának, hogy teljes mértékben fizesse a gyerekek szórakozását. Tizenévesként már lehetősége van a fiataloknak diákmunkát vállalni, és számtalan lehetőség közül választhatnak. Napi néhány órában vagy akár hétvégente kereshetik meg azt a pénzt, amit később elkölthetnek vagy félretehetnek egy régóta dédelgetett álomra, mint ez a 19 éves lány, aki jogosítványra gyűjt, így most egy tolnai pékségben dolgozik diákmunkásként. Leginkább a jogsi miatt, de úgy voltam vele, hogy nem anyukámétól szeretném a pénzt állandóan elkiregetni, hanem úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha én keresem meg rá, és azt veszek belőle, amit akarok. A 18 éves Imre Lili éppen süti a következő adag palacsintát Faddombori egyik éttermének konyhájában. A Garai János gimnáziumban végzett tanuló, ha szükséges, a konyhán segít, máskor felveszi a vendégek rendelését és kiviszi a rendelt ételeket, italokat. A lánya budapesti Corvinus Egyetemen folytatja a tanulmányait, de előtte úgy gondolta, pénzt keres, munkatapasztalatot szerez. A csapatot ismeri, tavaly is itt dolgozott, azt mondja, sokat profitál a nyári diák munkából. Mindenképpen abban, hogy kicsit kitartóbb lettem, és megtanultam, hogy dolgozni nem esik mindig olyan jól, de akkor is el kell fejezni, ha már elkezdtünk egy napot. Faragó Luca a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus vendéglátás szakán szeretne tovább tanulni. A lány úgy véli, a nyári diákmunka során szerzett munkatapasztalat hasznos lehet számára, és az így szerzett pénzt pedig az albérletre költi majd. Sok tapasztalatot fog gyűjteni, és gyűjtök. Fontos is, ugye a turizmus vendéglátás szak miatt. Szeretem csinálni, élvezem, és majd ebbe szeretnék elhelyezkedni a továbbiakban. Kárd Dominik, az étterem üzletvezetője elmondta, jelenleg 10 diákmunkást alkalmaznak konyhai kisegítőként és felszolgálóként. Az üzletvezető úgy véli, a költséghatékonyság és a fiatalok lendülete szól a diákmunka mellett. Leginkább a rugalmasság miatt választottuk ezt, hiszen ilyenkor ők nyári szünetbe többet ráérnek, így könnyebb a beosztásokat megcsinálni. A diákok szülői engedéllyel 16 éves kortól dolgozhatnak egész évben. A napi munkaidő egy fiatal esetében nem lehet több, mint 8 óra, heti szinten pedig 40 óra.